amikor beszélgető partneremhez indultunk, eszembe jutott munkám során a gyerekek a homokozóból a békákat nagy előszeretettel kapkodták ki. Nem nagyon tetszett nekem ez, illetve nem az, hogy nem tetszett, hanem én nem szerettem megfogni a békákat, de a gyerekeket nem biztattam arra, hogy ne fogják meg. Barta Robi hobbija, mondhatjuk így, egzotikus állatok tartása. Ha megmutatjuk kedves nézőinknek ezeket az állatokat, sokan mondják azt, hogy úristen, hogy lehet ilyen állatokkal együtt élni. Első kérdésem önhöz, Robi, az lenne, hogy hogyan kerültek ezek az állatok kapcsolatba önnel, és mi késztette arra, hogy pókokat, kaméleont gyűjtsön, tartson? Hát, jó napot kívánok! Hát ez a egyik ismerősöm által meglátogatott agáma volt, szakállas agáma, és egyszer vigyáznom kellett az egyikre, különböző okok miatt, és akkor ugye megtetszett, és utána mondták rá egy kis idő múlva, hogy rám gondoltak, hogy én foglalkozzak velük tovább. Először az egyikkel, hát mondtam, jó, rendben, és akkor utána olvastam, hogy mégis hogy szabad, vagy hogy kéne foglalkozni velük tovább, hogy egészségesek maradjanak. Aztán eltelt egy pár év, és akkor gondolták, hogy ezt is esetleg be tudnám-e vállalni, hogy akkor nálam legyen. Hát mondom, akkor legyen nálam, és akkor úgy utána így kerültek hozzám végül is a... Ha jól értem, babysitter lett az állatoknál, és akkor még semmit nem tudott róluk. Hát nem igaz, így van, nem igazán tudtam róluk semmit, de megtetszettek. Magam részéről nem akartam vásárolni se állatot, se teráriumot, de aztán így sikerült, hogy megkaptam őket, és akkor most már én vagyok. Akkor nevezzük el őket, hogy mondjuk meg a nevüket hivatalosan is, mert én csak egzotikus állatoknak tituláltam. A pókokat felismertem, de lehet nekem is könyv kellene ahhoz, hogy a másik teráriumban levő állatokat meg tudjam határozni. Hát ők szakállas agámák, egy hím és egy nőstény, Ausztráliában, sivatagos környezetben honosak. Mi kell ahhoz, hogy az ember a lakásába ilyen állatokat tartson, azon kívül, hogy teráriumba kell tartani? Hát ugye fel kell szerelni a teráriumot izzókkal, melegítő lámpákkal, UVB, UVA lámpákkal, páratartalomérővel, megfelelő talajjal, vitaminos talaj, akármit, le van érve egy leírásból, hogy mit szabad, mit nem szabad, búvóhelyek. Az egyszerű ember, amikor elmegy az állatkertbe, akkor a teráriumnál lát ilyen állatokat, és akkor ott rácsodálkozik, jaj, de szépek, tovább mennek. Robi azóta, mióta itt van a lakásában, gondolom, hogy nagyon sok mindent megtudott róluk. Gondolkozik azon, hogy szaporítja őket? Hát konkrétan nincs terve, de hogyha úgy alakul, akkor szerintem belevágok abba is. Most beszéljünk akkor egy kicsit a pókokról. Amikor én először megláttam, rögtön az volt az első kérdésem, hogy mit szeret az ember egy ilyen pókon? Hát én a küllemüket, a szép színüket szeretem, olyan egzotikusak, hogy a színük, meg úgy a nagyságuk, meg úgy minden, ami úgy én nekem megtetszett nagyon. Mindenféle pók, amit lehet tartani teráriumba. Egyik ismerősömnek volt, és utána elmentem hozzá, megnéztem, és nekem is megtetszett, és én is már egy 13 éve legalább, így hobbi szinten mindig egy 5-10 darab van itthon. Beszéljünk arról, hogy ezek az állatok mit tesznek, honnan tudja beszerezni a táplálékot nekik? Hát mint az agámák, mint a madárpókok, argentin csótányt és gyászbogállárvát esznek, azok itt megtalálhatók a állatok mellett dobozba. Őket internetről lehet rendelni, akár, vagy elmenni, hogyha vannak ilyen kiállítások és vásárok, Tárapláza Budapesten, de lehet tényleg interneten vannak ilyen oldalak, és ott hozza a postakocsi. Hát, hogyha a csótányok szaladgálnak a lakásba, és összegyűjtjük, azok nem jók ezeknek a pókoknak. Le van írva a leírásukban, hogy ez tilos összeszedni az állatokat, mert betegséget hordozhatnak, úgyhogy ezt nem szabad nekik adni, amit itthon összegyűjtögetünk, bár tücsköt, vagy akármit. Ezek ilyen sterilizált állatok, amiket veszünk, azokat szabadna adni. És a pókokat is akarja még tovább fejleszteni, hogy több legyen? Nem feltétlenül, megvan ez a nem akarok ilyen nagy
több százas, meg több tízes. Csak éppen, ami megtetszik, szín vagy fajta, azt egy párat szerz, vagy veszek belőle, és utána kiskorában megveszem, és utána nagykorában meg eladom, csak úgy, vagy itt attól függ, hogy most mennyi, mert amikor csak felnevelem, aztán túladok rajta, vagy én nem szoktam párosztatni a pókokat sem, és akkor eladom annak, aki párosztat vele. És vannak pók kiállítás, meg agáma kiállítás is? Hát konkrétan, hát amiket úgy lehet útkevén is látni, mert volt a műfázban is már többször, azokat úgy meg lehet tekingetni, hasonlók vannak, meg Budapesten van ez a tárapláza, ott van mindenféle ilyen különleges állat, vásár és látogatás végül is, csak elmenni, vagy vásárolni is, akár éleséget, akár terráriumi kellékeket, bármit meg lehet vásárolni most már. Mit szól hozzá a párja, hogy ilyen fóbia van? Hát ő már, ugye ismerjük egymást több éve, úgyhogy nem riad, nem írtózik tőlük, nyilván nem ugyan háziálltok, hogy nem veszük kézbe, mondjuk agálmákat azokat kézbe is szabad venni, szeretik is, hogyha ölbe vesszük, simogatjuk, úgyhogy ezek, de pókokat ugye nyilván nem. Akkor úgy képzeljem el, hogy tévénézés közben egy-egy agálma van az ölükbe? Hát akár lehetne is, volt is már, kisebb időre ki lehet venni, az agálma is a leírásban szereti, hogyha törődik vele, simogatja az ember, úgyhogy az szabad. A teráriumban kettő lámpa is ég, gondolom ez a hőmérsékletet szabályozza. Igen, az egyik a melegítő izzó, a meleget adja, a másik pedig a UVA és UVB izzó, ő pedig a természetes fényt, hogy a egészséges maradjon az agálmánk. Leszokta kapcsolni? Éjszakánként igen. Ahogy kelünk, úgy felcsukjuk, ahogy fekszünk, úgy lecsukjuk a természetbe, és ugye ott is éjszaka lemegy a hőmérséklet, úgyhogy... És különböző búvóhelyeket is láttak a teráriumban. Igen, szeretnek úgy elbújni, vagy a meleg miatt húzódnak el, vagy ha túl melegük van, akkor lejjebb húzódnak, vagy pedig este, hogyha azért, mert az nekik az éjszakázó helyük, oda kicsit kaparnak, és oda lefeküdnek a sötétebb részre. Ez egy nagyon érdekes hobbi. Van-e lehetőség arra, hogy megmutassa Robi ezeket másnak is? Persze, semmi akadálya, meg lehet. Nem úgy gondoltam, hogy itt a lakásban, hanem hogy kiállításra viszi őket. Úgy nem szoktam konkrétan, ugye ez a pár darabban nem érdemes úgy elindulni, vagy hogy mondjam, nagyon fejleszteni nem szeretném. Így ez így magamnak a kis elfoglaltságom. Érdekes, Robi, köszönjük, hogy megmutatta nekünk, és hogyha valaki kíváncsi, akkor Robival egyeztet időpontot és megnézheti. Persze, nyugodtan. Voltak már így érdeklődők, ismerősök. Persze, nyugodtan. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.